Önök a Pécs TV interaktív fórum műsorát látják, és arra kérem önöket, hogy legyenek partnereink, segítsenek nekünk a műsorvezet, nekem a műsorvezetésben, tegyék fel kérdéseiket az 510-008-009-es telefonszámon, vagy küldjenek SMS-t a 3030-140-es Vestel számra, bocsánat, T-Mobile számra, és írhatnak nekünk e-mailt is a forum@pectv.hu e-mail címen. Mielőtt bemutatnám vendégeinket, engedjék meg, hogy figyelmükbe idézzek egy nem olyan régi eseményt. Tavaly novemberben dr. Toller László itt a Pécs TV-ben jelentette be, hogy biztos, hogy Pécs városa elindul ezen a pályázaton, és azóta elkészült két ilyen kiadvány. Ez gyakorlatilag a pályázat, nem tudom, hogy látták-e már ide a televízióban. Erről is fogunk beszélgetni, és még nagyon sok más kérdésről is, de egyelőre nézzük, hogy mit tudunk ma a kulturális főváros pályázatról. Nem egészen egy évvel ezelőtt derült ki, hogy az Európai Unió döntése értelmében 2010-ben a kontinens kulturális fővárosát Németország és Magyarország egy-egy városa adhatja. Mindkét országban azonnal több város is jelezte, hogy harcba száll a főként szakmai rangot adó cím elnyeréséért. Magyarországon végül összesen 11 város döntött úgy, hogy megpályázza az Európa kulturális fővárosa címet. Ezek közé tartozik Pécs városa is, ahol immár több hónapja zajlik a pályázat előkészítése. A koncepció kialakítása több konferencia segítségével történt. Az első ilyen tanácskozást még tavaly októberben szervezték az Európa házban, ahol 7 szakterület ismert helyi képviselői adták elő véleményüket a pécsi pályázattal kapcsolatban. Ezt a tanácskozást több hasonló konferencia követte, ahol a pályázat alappilléreinek számító sajátosságok száma 5-re csökkent. Pécs városát a szakemberek a regionalizmus, a multikulturalizmus, a Balkán felé nyitott kapu, a kulturális örökség és innováció, illetve a sajátos közép-kelet-európai tapasztalat városaként definiálták. Ezt az 5 alappillért mutatták be december elején a Városházán, ahol közmeghallgatás keretében mondhatták el véleményüket a város lakói a pályázatról. A pályázó városok között egyedülálló módon a lehető legtöbb nyilvános fórumon megvitatott és így széleskörű támogatottságot élvező végleges koncepciót végül néhány nappal karácsony előtt mutatták be, hogy aztán az előpályázat beadási határidejéül szabott december 31-i időpont előtt a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumához be is nyújtsák a pécsi anyagot. Az, hogy a pályázó városok közül mennyi és melyik települések jutnak a következő körbe, egyelőre bizonytalan. Bízva a pozitív elbírálásban, a pécsi pályázat elkészítésére már létre is hozták a munkaszervezetet. Február elején a projekt operatív feladatainak elvégzésével és irányításával az önkormányzat az Európa Centrum KHT-t bízta meg, míg a közgyűlés biztosította a szükségesnek ítélt anyagi fedezetet a pályázat elkészítéséhez. Hát ennyit lehetett tudni eddig, most pedig engedjék meg, hogy bemutassam ma esti vendégeinket, akikkel tovább folytatjuk a gondolatmenetet, és megbeszéljük, hogy vajon mit lehet tudni a közeljövőben. Dr. Kunst Márta, alpolgármester. Dr. Újvári Jenő, ügyvezetőigazgató, Pécs-Szopiane Örökség KHT. Köszöntöm Önöket. Dr. Takács József, egyetemi adjunktus, Pécs, 2010 pályázati kabinet vezetője, és Tarosi István ügyvezető igazgató, Európa Centrum KHT. Akik már láttak a Pécs TV-ben hasonló műsort, azok pontosan tudják, hogy azok ülnek itt az asztalnál, akik felelősek az adott témában, akiken számon lehet kérni, hogy valami miért megy jól, miért megy rosszul. Ha megengedik, hogy jasz nyelvet használják, akkor mondhatnám ezt, hogy azok, akik elviszik a balhét, de az övék is lesz a dicsőség, legalábbis ez a mérleg két oldala. És jobban ülnek azok, akik viszont részt vesznek a munkában, ilyen vagy olyan részfeladatot vállalnak, és szívüket, lelküket adják ahhoz, hogy ez a pályázat jól sikerüljön. Vannak természetesen többen is, akik ebben így részt vesznek, és vannak, akik komoly ellenvéleményeket fogalmaznak meg. Néhányan eljöttek közülük, néhányan viszont egyszerűen azt mondták, hogy jelen állapotban ők nem is akarnak erről a dologról még vitatkozni. Tehát van itt miről beszélni. Szeretettel köszöntöm Önöket, engedjék meg, hogy bemutassam Önöket. Mékuti Ilona, kommunikációs tanácsadó, Alice csoport Kft. Simon Attila, ügyvezető, Hétfő PR ügynökség. Meixner András, Városi Kulturális Bizottság elnöke. Dr. Gáspár Gabriella, egyetemi docens, a Pécsi Tudományegyetem BTK szociológiai tanszékéről.
Somjódiné dr. Fejl Edit igazgatóhelyettes, az MTA Regionális Kutatások Központja, a Dunántúli Tudományos Intézete. Ante Szorics, nyugalmazott múzeumigazgató. Barics Ernő, tanszékvezető egyetemi docens. Ugo Maffi, olasz festőművész. Itt megállnék egy pillanatra a bemutatásban, hiszen a vendégek a regionalitás jegyében vannak itt. Ugo Maffi úrnak éppen most Pécsett van egy kiállítása, és Ante Szorics úr, aki szervezte ezt a kiállítást, ő rendkívül tájékozott a határainkon túli déli irányban, Horvátországban és a déli régióban, Olaszországban működő kulturális életről, úgyhogy érdemes lesz meghallgatni az ő véleményét. Pál Zoltán, szobrászművész, a Bázis Szobrász Egyesület elnöke. Simon István, ügyvezető igazgató, a Pécsi Nemzeti Színház igazgatója. Gamus Árpád, a Pécsi Galéria és Vizuális Művészeti Műhely igazgatója. Nagy Sándor, a Pécsi Ifjúsági Központ igazgatója. Merza Péter, irodavezető, Európai Fejlesztési Iroda. Kerner Barbara, az Európai Információs Pont vezetője. Pavlovics Attila, közművelődési referens. Még egyszer köszöntöm Önöket. Szóval azt tudjuk, hogy hétfőn egy újabb fordulóponthoz érkezik ez a pályázat, de ez egy nagy kérdés, hogy ez egyáltalán fordulópont lesz-e. Mi történik hétfőn a kormányzati körökben Európa kulturális főváros ügyében? Értesüléseink szerint hétfőn hozzák nyilvánosságra, hogy az első fordulóból mely városok jutottak tovább. Minden hír arról szól, hogy szűkítik a résztvevők számát. A legutóbbi értesülésünk szerint 4-nél több, de 11-nél kevesebb a továbbjutók száma. Érdekes, mert azért is érdekes, mert mindenhol azt mondták, hogy ebben a fordulóban mégis mindenki tovább fog jutni. Van-e önöknek ezzel eltérő információk? Miért van ez a sok forduló? Ki tudja ezt megválaszolni? Én tökéletesen tudom, többször elhangzott ez már. Az Európai Unió az 2017-ig kijelölte a Európa kulturális fővárosait. Közben történt a 10 új ország csatlakozása, és akkor határoztak úgy, hogy a már kijelölt országokhoz a felvett 10 ország közül párokat keresnek, de az Európai Uniós rendszerben ez a határozat még nem futott végig. Tehát ez csak egy szándék, de igazából még adminisztratívan nincs lejátszva a dolog, ezért a magyar kormányzat úgy gondolta, hogy elősegítendő a magyar városoknak a felkészülését, mert ugye 5 év, azt nagyon jól tudjuk, ha nagy beruházásokról van szó, hogy milyen kevés, lehetőséget arra, hogy ad arra, hogy előpályázaton legalább a koncepciót megfogalmazzák, így készülvén a dologra, és a második fordulónak a vége addigra lesz, amire az Európai Unióban már valóban deklarálják, hogy 2010-ben egy magyar város is Európa kulturális fővárosa lehet. Mit jelent ez a pályázatírók számára? Hát a pályázatírók számára elsősorban azt jelenti, hogy illetve pontosan még nem tudjuk, hogy mit jelent, mert majd a második fordulós pályázati kiírásból hétfőn vagy kedden fog kiderülni, hogy pontosan mit jelent, de az biztosan jelenti, hogy más lesz az a versenytér, ahol meg kell fogalmazni a koncepciónkat. Tehát akkor, hogyha 4 város marad, vagy akkor, hogyha 8 város marad, az nem teljesen mindegy. Másként kell némileg ebben a versenyhelyzetben mozogni, amikor a pályázatot írjuk, akkor nyilván arra is figyelni kell, hogy a versenytársaink lehetséges ajánlatai mik lehetnek, hogy az ő különlegességük mi lehet. Éppen ezért ez fontos a mi számunkra is, hogy tudjuk pontosan, hogy ki a versenytárs. De azért is érdekes, mert nagyon sok város úgy kommunikálja magát, mintha már megnyerte volna ezt az egész vetélkedést, pedig ha jól tudom, még egészen nyitott a terep. Annyira, hogy komoly verseny van. Ezt a dolgozatot, ugye ez a pályázat, ez ment be. Ezt a dolgozatot sok bírálat érte a közelmúltban, én utána jártam, hogy miért. És úgy tudom, azért, mert ez nem a nagy pályázati mű. Tehát ez egy vázlat, egy előzetes munka, amit azért adtak be, hogy a továbbjutáshoz elég legyen, de még van további. Így van-e ez? Igen, így van. Tehát ez az előpályázati anyag. Valójában a magyarországi pályázat 2 szakaszos pályázat. Az első szakaszban egy előpályázat zajlott le,
és mi megfeleltünk ilyen értelemben a kiírásnak, beadtunk egy pályázati koncepciót, és beadtunk egy olyan anyagot, amely arra irányult, hogy átvilágítsa Pécs városának a kulturális infrastruktúráját. És mellékeltük hozzá azokat a dokumentumokat, amiket a minisztérium kért. A pályázati kiírásból elfelejtette beleírni a minisztérium azt, hogy milyen formában kéri beadni ezt a pályázatot. Ez szóbeli kiegészítésből derült ki egy idő után, hogy ők egy könyvformára gondolnak. Némelyváros ezt így értelmezte, Némelyváros úgy értelmezte. Voltak olyan városok, amelyek egyből pályázati albumot készítettek, minthogyha a második forduló végén járnának. Mi nem ezt a megoldást választottunk. A pécsi pályázati album még nem készült el, azt a második szakasz végére szeretnénk megcsinálni, mert hogy bízunk benne, hogy a második szakaszban is ott lesz Pécs városa, és majd akkor készül el egy igazi pályázati album, ez egy előpályázati anyag. Azért nézzük meg, hogy milyen egy igazi pályázati anyag, ha megengedik, éppen Liverpoolból kaptunk az önök segítségével egy anyagot, tekintsünk bele ebbe a kisfilmbe. Természetesen a technika ördöge azért nem engedte, hogy tökéletesen megismerjük ezt. Az látszott benne, hogy elég sok képet tartalmazó kiváló videoklipről van szó. Tehát itt azért azt kell mondanom, hogy jó erős pályázati anyagok vannak itt, amik az európai pályázatra kikerülnek. Tehát mi is készülünk valami hasonló nagy látvánnyal? Hát igen, megint attól függ, hogy mire vonatkozik pontosan a kérdés. Ez egy magyarországi pályázat, tehát bizonyos... Tehát ez olyan magyar pályázat lesz? Kicsit szegény, kicsit sötétebb, kicsit talán nem olyan pályázat lesz, ilyen értelemben talán nem magyar pályázat lesz, de minden esetre ezt a pályázatot Magyarországon kell megnyerni, és nem nemzetközi szintéren, ez egészen biztos. Ez jó hír. Magyar kormányzati döntés fog erről születni, nem biztos, hogy olyan nagyon jó hír, de minden esetre könnyen lehet, hogy Pécsnek jobb hír lenne, hogyha nem Magyarországon dőlne ezzel, ezt nehéz megítélni. De minden esetre ilyen értelemben talán nem magyar pályázat lesz a végén, Pécs pályázata sem. Mikut Ilona az ALIS csoport képviseletében, ők vállalták, hogy a pályázatot Pécsen kívül, tehát az országban és a külvilágban, a külföldön kommunikálják. Kicsit szeretnék segíteni Takács Józsefnek, hiszen neki az a dolga, hogy ezt a pályázatot megírja. Értelemszerűen olyan típusú beszélgetésekben nem vett részt, amik arra vonatkoznak, hogy amikor a pályázat kész lesz, akkor az milyen formában, milyen fogyasztható formában fog oda kerülni a maga értelemszerűen dokumentált formáján kívül, majd azok elé, akik ebben döntenek. Erről mi már beszéltünk többször például Kunszmárta alpolgármesterrel is, és azt javasoltuk, és ebben tökéletesen egyetértünk, hogy amikor arra kerül a sor, hogy ez a pályázati munka készen lesz, akkor készül mellé egy film, ami meg kell, hogy mondjam, hogy nem ilyen lesz. Ennél sokkal jobb lesz egyrészt, másrészt sokkal fontosabb dolgok lesznek benne, mint az, hogy különböző üzleti márkák is felvillannak Liverpoolban. Én azt hiszem, hogy Pécset olyan mennyiségű fontos képi információ gyűjthető össze, hogy nehéz lesz azt a néhány percet megalkotni, hogy minden beleférjen. Tehát az biztos, hogy lesz film, arra is gondoltunk, hogy valami fajta multimédiás megoldás lesz, és hogy ennél tartalmasabb lesz, abban egészen biztos vagyok. Hát abban én is, abban teljesen biztos vagyok. Nem hiszem, hogy a külsőségek egyébként túl sokat kell, hogy számítsanak.
mert egy komoly bíráló bizottság az a mélyben fekvő dolgokat vizsgálhatja, vagy kell, hogy nézze. Megismertük az egyik újságban az összes, majdnem az összes pályázat anyagát. Arra sokan azt mondják, hogy ez a nem 77, hanem 11 magyar népmese, tehát olyan szélsőséges vágyak és elképzelések vannak benne, amik arra utalnak, hogy belekényszerül a pályázati induló valami fajta nagyzási mániába azért, hogy ezzel túltegye magát a versenytársakon. Holott nyilvánvalóan itt évszázadok óta fölhalmozott kulturális teljesítmények elbírálásáról kellene szólni, meg arról, hogy ez miként illeszkedik aztán bele filozófiailag vagy koncepcionálisan egy olyan Európába, amit mi ebben az öt pontban is igyekeztünk megfogalmazni. Tehát az lenne jó, ha Magyarország nem videóklippekkel és különféle idegenforgalmi kiadványokkal próbálná magát népszerűsíteni, hanem más dolgokkal. Tarusi. Én ezen a ponton egy picit Ilonával értek egyet, olyan értelemben, hogy igenis a vizualitásnak nagyon fontos jelentősége van a bírálatnál. Nagyon lényeges az, és azt hiszem Pécs már az első fázisban bizonyít, és bizonyított, és remélem ez fog kiderülni a jövő héten, hogy egy nagyon komoly, átgondolt, reális koncepcióval állt elő. Ezt meg kell támogatni vizuális eszközökkel, ez nem kérdés. A 11 magyar népmeséhez pedig annyi, hogy a 11 magyar népmeséből talán a pécsi az, amelyik a legreálisabb népmese, hogyha ezt lehet mondani, ezt is hallani, hogy egy nagyon reálisan átgondolt fejlesztési koncepció sorról van szó, amelyet még egyszer mondom, vizuális oldalról maximálisan alá kell majd támasztanunk. Igazából arra vonatkozna kérdésem, hogy milyen a mezőny? Tehát a mostani kör, az ugye azt mondják, hogy ez nem olyan nagyon számít, mert itt azért csak a nagyon rosszak fognak kiesni, vagy akik visszagondnák, meggondolják magukat, de a következőre már hogyan készülünk, milyen a magyar mezőny, milyenek az esélyeink erre, majd szeretnék egy kis információt kapni. Pál Zoltán, Meixner András. Én a Takács Józsinak azt a pikírt megjegyzését azért konkrétabban kifejteném, amikor azt mondta, hogy szerencsésebb lenne, ha Európában döntenének fölöttünk. És hát a válaszom, vagy illetve kapcsolódik a kérdéshez is, mert úgy gondolom, hogy nagyon áthallik, és még mindig nagyon lehet érezni ezt az egyvárosú ország attitűdöt, már csak amiatt is, hogy a főváros beadta a pályázatát, és ez Európában már nem szokás. Tehát Európában már, mint hogy a pályázatnak az egyik fő és kritikus pontja az, hogy ez egy decentralizációs kérdés és akció, vagy egy ilyen rásegítő program Európa részéről, ezért a főváros kétszer nem akar főváros lenni. Tehát én egyetértek a Takáccsal, hogy talán jobb lenne, hogyha nem a kormány nagyon közeli, ezt persze nem politikai értelemben mondom, hanem a struktúrák annyira közel vannak egymástól, hogy a lobby hatások nyilvánvaló, hogy erősebbek, mint amit mit ki tudunk fejteni. Szerencsésebb lenne, hogyha Európa döntene a fejünk fölött. Nehéz akarok megjegyzést én is hozzáfűzni. Nem kell azt titkolni, hogy tulajdonképpen nagyon rossz időszakban történik ez a bizonyos döntés, hiszen választási időszak lesz, tehát félő, hogy még akár a politika is, akár pártpolitika is rányomja a bélyegét erre, tehát ezért is értek egyet Takács Józseffel, hogy jobb lett volna, hogyha ezt nem Magyarországon döntik el, mert hogyha mondjuk jelenlegi kormánypárti város nyer, akkor az ellenzéki városok fognak kiabálni, hogyha fordítva, akkor pedig megint csak magyarázkodni kell, mert Magyarországon ilyen a politika élet. De hogy milyen a mezőny? Az a 11 város, amelyik beadta a pályázatát, úgy értesültünk, vagy hát úgy tudjuk, hogy tulajdonképpen ezek közül 3 vagy 4 maximum, melyik igazán komolyan is gondolja mindezt. Azért, mert mint a Kulturális Bizottság elnöke, részt veszek a Megyeljogú Városok Kulturális Bizottságának ülésein, és amikor ez először fölvetődött, akkor Debrecen és Pécs volt az a két város, amelyik egyáltalán szóba hozta a többiek, még akkor azt jelentették, hogy hát ők ebben nem gondolkodnak, nem volt információjuk róla. Majd utána, ahogy telt az idő, akkor a többiek is, és elsősorban Győr az, amelyik tényleg komolyan vette. Igazából véve Budapest
Budapesttel kiegészülve, úgy gondolom ez a négyes, amelyikből el fog dűlni a kultúrfőváros cím birtokosa. Én is azt gondolom, hogy Budapest kultúrfővárossá nyilvánítása egyfajta kulturális stand lenne az ország legnagyobb városa részéről. Egyrészt én úgy tudom, hogy külföldi szakemberekkel kiegészül az a bizottság, amelyik majd dönt a pályázatról, tehát ilyen módon nem csak magyar szempontok lesznek ott, hanem jócskán jelen lesznek olyan szempontok is, amelyek az ilyen típusú pártatlanságot leginkább remélik, hogy biztosítják. A másik egy kicsit azért ingattam a fejemet, hogy milyen jó lenne, hogyha Andrásnak igaza lenne, hogyha csak ennyi várossal kellene igazából megmérkőzni, de én azt hiszem, legalábbis abból a típusú jelenlétből, amit már városok produkálnak az országos nyilvánosságban, hogy többen gondolják ezt komolyan. Ez annál is érdekesebb, hogy akkor vajon milyenek az esélyeink. Hát ezt mi úgysem tudjuk szerintem itt eldönteni. Nézzük meg, hogy mivel pályázunk. Nézzük az első alappillért, a pályázat első oszlopát, ami tartja. Ez pedig a regionalizmus. Városunk előpályázati anyagának első pillére kimondja, Pécs a regionalizmus városa. A szerzők szerint nincs még egy olyan magyar város, amelyhez a regionalizmus és a decentralizáció gondolata jobban kötődne, mint Pécshez. Ez több értelemben is igaz. Egyrészt Pécs a hazai regionalizmus egyik úttörője. Itt működik a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja. Ebben a térségben készült az első regionális fejlesztési koncepció, és a Pécs központú Dél-Dunántúl volt az első kísérleti területfejlesztési régió. Mindez egyben azt is jelenti, hogy nem csak gazdasági, de kulturális értelemben is regionális egységet alkot a város és a térség. Ennek megfelelően Pécs a kulturális fővárosi pályázatába is be fogja vonni a régiót, az ez irányú próbálkozásokat jól jelzi, hogy mintegy 30 dél-dunántúli és délalföldi település támogatja a Baranyai megyeszékhely pályázatát, ahogy annak sikeréért szorít a partnerváros Szeged és Pécs valamennyi testvérvárosa is. A pályázat alkotói ugyanakkor Pécs tágabb régióit is szeretnék bevonni a programba. A történelem folyamán a Balkán északi részeivel kialakult horvát-bosnyák-szerb kapcsolatok jó alapjai lehetnek egy regionális kiterjedésében is egyedülálló kulturális fővárosi pályázatnak. Közben azért integetek itt, mert most van az a pillanat, amikor megkérdezném Antes Szoricz urat, aki pontosan ezt a balkáni régiót jól ismerik, igazi kultúrdiplomataként ismeri. Valóban lehetséges-e, hogy hatása legyen Pécs kulturális főváros címének erre a régióra? Pályáznám 20 godina več Pécsuh. Pécset 20 éve ismerem. Itt szurádzsíjó szám od Pécsuha do Pekinga, Tokia, Južné Amerike i Európe čitave. I našo sam u Pécsuhu ono što jedan mali grad, jedan koji vodi regiju, ima takve potencijale u kulturi. Hát múzeum igazgatóként Pécstől Peking, illetve Tokióig bezárólag, illetve a Globus másik oldalán Amerikáig bezárólag számos kultúrás intézménnyel tartottam a kapcsolatot. Elsősorban a fővárosi intézményekről van szó, de Pécs ebben egy különleges helyet foglal el. Éppen azon az apropon, hogy a történelmi kapcsolatai olyanok, ami az én érdeklődésemet is fölkeltette. Ja bi sigurno mogo reći u ime regije da je Pécsuh sigurno jedan od najozbiljnijih kandidata za predstavnicu kulture. Hogyha engem kérdeznének, természetesen én minden további nélkül a voksomat Pécsnek adnám, és méltónak tartom a kulturális főváros cím elnyerésére. Evo, nije slučajno da je danas talijanski slikar tu, koji predstavlja jedan dio Európe ili Italije. Véletlen egybesés, de éppen itt van mellettünk egy ismert olasz festőművész, aki Észak-Olaszországból jött, abból a régióból, amelynek ugyancsak történelmi kapcsolatai vannak ezzel a régióval és Pécsvároson. Csestítem, podržávac. Gratulálok, és támogatni fogok. Köszönöm szépen. A regionális kutatások központja milyen
értéket tud beemelni ebbe a gondolatba, hogy, hogy regionalizmus lett az alappillére a pályázatnak. Tehát mi az a nagy újság, amitől ezt el fogják fogadni, és amitől ez nagy érték lesz a pályázat során? Úgy gondolom, hogy magának a regionalizmusnak a definiálása a pályázatban, illetve annak a gondolatnak a megfogalmazása, hogy Pécs kapuváros szerepet töltsön be a Balkán felé, egy nagyon fontos tényezőt jelent abból a szempontból, hogy valóban újra kell értékelni Pécs regionális funkcióit, regionális nagyváros szerepét. Ennek jelen pillanatban két dimenziója is van. Az egyik dimenziója az a nemzeti politika várható változása. Most úgy tűnik, hogy esély van arra, hogy a nemzeti politika visszahelyezze jogaiba a regionális funkciójú nagyvárosokat, és ilyen módon támogatásokra számíthatnak ezek a nagyvárosok, köztük Pécs is. A másik dimenziója, amely már európai léptékben mutatja a várost, az az, hogy csak példaként említeném a regionális dimenzió viszonyításaképpen, hogy az Európai Uniónak van egy térbeli területi megfigyelő hálózata, amelyik különböző szakértői elemzéseket végez az európai városhálózattal kapcsolatosan, és természetesen ezek a szakértői elemzések Pécs helyét is megmutatják ebben a városhálózatban. És mi rájuk? A legutóbbi vizsgálatok besorolták az európai városhálózatot úgynevezett megavárosokba, amelyek körébe csak Budapest kerülhetett be értelemszerűen. A következő kategóriát a nemzetközi funkciójú nagyvárosi terek képezik. Ebbe a kategóriába az európai a magyar városhálózatból Szeged, Debrecen és Miskolc került megemlítésre, és nagyon tanulságos, hogy Pécs csak a harmadik kategóriában szerepel, a regionális funkciójú, tehát a nemzeti kontextusban regionális funkciójú városok között. Tehát úgy gondolom, hogy tudunk kezdeni ezzel akkor? Ez egy nagyon jó mutatója annak, hogy Pécsnek valóban arra kell törekednie, hogy egyrészt megerősítse a nemzeti városhálózaton belüli regionális funkcióját, másfelől pedig stratégiát kell készíteni arra nézve, hogy ezt a bizonyos nemzetközi funkciójú regionális központ szerepet hogyan és miként tudja betölteni. És úgy gondolom, hogy ebben a tekintetben ez a kulturális főváros program egy hihetetlen nagy lehetőséget jelent, de nem csak Pécs számára, hanem az egész régió számára. Mert Pécsnek ilyen tekintetben olyan kisugárzó erővel kell rendelkeznie, amelyik ugye dinamizálja egész régióját. Hadd kérdezem meg, mielőtt elkezdenénk ezen a gondolatmeneten egy picit tovább haladni, hogy mi az az elv, ami alapján ezt meghatározta? Gondolom, hogy millió ilyen ismér van, de mik azok a fő ismérek, ami alapján mi nem vagyunk olyan hatásban, nem vagyunk abban a pozícióban, mint az imént említett városok. Hangsúlyoznám, hogy ugye városi tereket néztek, nem csak a várost, hanem vonzás körzetével együtt értékelték, megnézték a közlekedési kapcsolatait, a turizmust, a tudásgazdaság jelenlétét, a közigazgatás működését, és folytathatnám. Tehát ezek voltak a mutatószámok. A feladat adott. Most ez hogy megy, hogy kitaláljuk, hogy mi regionálisak leszünk és kész, vagy ehhez azért lehet tenni konkrét dolgokat, ami alapján biztosak lehetünk benne, hogy igen, ez végül is átlépünk mondjuk egy kategóriát, vagy valóban regionális szerepkörhöz jutunk, nemzetközi regionális szerepkörhöz. Hát nyilvánvaló, hogy részben adottságok kérdése, részben pedig kitűzött célok megvalósításának a kérdése, hogyha itt jól hallottam, ezek a városok mind alföldi városok. Ebből én azt a következtetést vontam le, hogy igazából kelet felől vagyunk vonzóak. Nyilván, hogy a nyugati városok azok olyan millióban vannak, ahol a Magyarországtól nyugatabbra lévő városok fejlettebb minőséget képviselnek abban a régióban. Itt egy hihetetlen versenyfutás van az idővel, és hogyha nem fogalmazunk meg igazából konkrét célokat, akkor sohasem fogunk elindulni sem ebben az irányban, hanem mindig csak spontán lemaradunk. Na most
ez a Kultúra Fővárosi Program is szerintem egy olyan lehetőség, ahol pontosan azokat a célokat lehet megfogalmazni, hogy mit kell azért tennünk, hogy azt a hírt, nevet, dicsőséget, amit valaha Pécs városa jelentett ugye a török előtt, a török időkben, a törökök után, a 19. században, azt a 21. században is jelentse, nem is szól másról ez a történet. Most egy nagyon nagy fejlődési lehetőség előtt van Magyarország, és a városunk is, hogyha ezt nem használjuk ki, akkor bizony nem fogjuk az elmúlt időket bepótolni, sőt újabb mulasztásokat rakunk rá. Reméljük, hogy ez a tulajdonképpen mindig szoktam hangsúlyozni, hogy ez nem a kultúráról szól, ez a Kultúra Fővárosi Pályázat, hanem ez egy középtávú városfejlesztési terv. Itt kell megfogalmazni, hogy mit kell csinálni annak érdekében, hogy fölzárkózhassunk a célkitűzésekhez. Simon Attila jelentkezett. Aztán Újvári Jelenkért szólt. A versenyfutás kifejezéshez szeretnék kapcsolódni. Nagyon érdekes, hogy magának a pályázat tartalmának is meg kell futnia ezt a versenyt, de ugyanakkor az elbírálás, illetve a környezet, akár régió vagy nemzetközi környezet szempontjából az elfogadás pályáján is egy versenyt kell futni, tehát tulajdonképpen a tartalmi rész is versenyzik, illetve a kommunikációs rész is versenyzik. Ahogy láttuk, hogy Eger már megjelent akár a megyébe óriás plakátokkal, tehát abszolút felszínre jött, hogy egy versenyhelyzetbe vannak ezek a városok. Most ez a verseny kommunikációs szempontjából is több kihívás jelent. Egyrészt valóban egy úgynevezett marketing elvű kommunikáció szükséges, ahogy eladni először is annyi, mint megkülönböztetni, tehát felmutatni olyan értékeket, ami markánsan megkülönböztetik. Másrészt mondjuk a régió vagy a város lakosai felé, meg a valós tartalmi elemeket megismertetni, és egy elfogadásba és egy bizalomépítésbe, egy együttműködésbe applikálni ezeket az akaratokat. Újvári úr, de közben továbbra is bennem az a kérdés motoszkál, hogy elég-e, ha mi mondjuk magunkról, hogy regionálisak akarunk lenni, vagy regionálisak vagyunk. Tehát biztos, valamilyen konkrét célok elérését itt elő kéne találni. Biztosan nem elég, adottság is ez. Nem csak arról van szó szerintem, hogy mi milyen hatást gyakorolunk a földrajzi vagy kulturális környezetünkre, hanem ez a minket körülvevő egység ránk milyen hatást gyakorolt az évszázadok során. Mert hiszen ez adja meg a pécsi helyi kultúra ízét, és ez egy különlegesség, amivel mi versenyképesek vagyunk. Tehát nem csak arról van szó, hogy utakat építünk, mit tudom én hova. De az nem volna baj azért. Nem lenne baj, de ezek az utak szellemi értelemben is kötődéseket kell, hogy jelentsenek, és azt hiszem, hogy Pécsnek ezt a különleges helyi kultúráját ismerik el olyan fórumok, amelyek nem ismerik el, vagy más fórumok viszont nem ismerik el a mi gazdasági erőnket és kisugárzásunkat. Ezért is mondjuk azt, hogy a kultúra lehet egy olyan vonzerő, ami a másik párt is maga után vonja. Csak egy mellékes kitérő, hogy most volt egy AVEC ülés Spanyolországban, ezt mindenki tudja itt a jelenlévő közül, hogy az Európai Kulturális Városok Egyesülete 34 taggal, várostaggal és 3,5 millió lakossal mindegyik küldöttség kifejezésre juttatta, írásba is adja, hogy Pécset támogatja a Kultúra Fővárosa cím elnyerésében. Ez egy szimbolikus jelentőségű gesztus persze, de jelzi azt, hogy azért van mit támogatni. Parancsoljon! Azt szerettem volna hozzáfűzni az eddigiekhez, bár itt most a regionalizmus kapcsán jutott eszembe, hogy valóban ezt a regionalizmust mi önként vállaltuk, mint ez egyik alappillért, ugye, mert ez benne volt a pályázati kiírásban. Nos, egy kicsit úgy érzem, hogy a pályázatban úgy viselkedik Pécs városa, mint a jó tanuló, aki meg akar felelni az iskolába az iskolai normáknak, mert hiszen arra kapja az osztályzatot. Ez egy normális alapállás. Tehát más városok viszont úgy viselkednek, mint a zseniális gyerek, hogy nem annyira akarnak megfelelni, mondanak egy nagyot. Ugye ez a népmese, a 11 népmese. És itt az a kérdés, hogy melyik válik be jobban.
Igazából valójában a PR szempont azért lesz fontos ebben a történetben, mert ezt a jó tanuló szerepünket, ha egy kicsit a vizuális részével rásegítünk, akkor talán kap egy svungot a dolog. Én legalábbis ettől ezt remélem. Ivana nagyon bólogat. Ezt remélem, igen. Sokat a dolog, igen. De én nem, nekem még nem jutott az eszembe, én kívülről nézem ezt az egészet kicsit, miután nem vagyok itt naponta, nekem az még nem jutott az eszembe, hogy jó tanuló lenne Pécs. Talán azért gondolod, mert minden passzusnak igyekezett megfelelni a kiírásból? Igen, talán igen, és miközben mondjuk most nem Debrecennel akam, de most Debrecen jut eszembe, ugye ezzel az üveghegyjel és egyebekkel, azért ez egy mutatós dolog. Tehát mi nem azt csináljuk, hogy egyet mondunk, de nagyot, hanem azt mondjuk, hogy mi, és itt van a megfelelés, ami egyébként, hogy mondjam, ez a város valóban egy kulturális város. Ez egy egyetemi város, ez egy régi kultúrával rendelkező város. Ez a város megérdemelné, hogy kulturális fővárosi címet kapja, meg is érdemli. De mi ezt el is hisszük magunkról, de igazából mégse hisszük el, és nem merünk ezen túllépni, tehát az érdemeinken valamennyire túllépni, és azt mondani, hogy jó, persze, mi ilyenek vagyunk, na de mi még ezt is tudjuk. Szóval valami ilyesmit hiányolok egy nagyon picit ebből a pályázatból, miközben hozzáteszem, nem könnyű. Tehát nem könnyű, mert valóban úgy érezzük, hogy meg kell felelnünk, és ezt meg kell nyernünk. Nagyon meg akarjuk nyerni. És tulajdonképpen így is van. Köszönöm. És utána szeretném megkérdezni majd Tarosi úr után, hogy végül is a Regionális Kutatóintézet szerint mit kéne tennünk, hogy regionálisok is legyünk, kellő régióközpont legyünk, parancsoljon Tarosi. Köszönöm szépen, röviden csak arra szeretnék reagálni, hogy igen, kellenek mutatós dolgok. Én azt gondolom, hogy pont a vizuális vonallal és a kommunikációval tudunk erre majd rásegíteni, ebben én teljesen egyetértek. De ha megnézzük a nemzetközi példákat, és nem menjünk messzebb, mint mondjuk Pécs egyik testvérvárosához, azért Gráznak komoly problémái vannak a mutatós dolgokkal. Tehát nem lett olyan reálisan kiszámolva, megalapozottan végig gondolva, hogy azok a mutatós dolgok, amelyeket ők megvalósítottak a reális dolgok mellett pluszban, azok hogyan, milyen kihasználtsággal működhetnek a jövőben. Tehát a mutatós dolgokkal generált munkahelyeket hogyan tudjuk fenntartani, és így tovább, és így tovább. És nagyon komoly adósságokat halmozott fel Grác városa, pont azért, mert nem feltétlen alaposan lett végigszámolva ezeknek a hatása a jövőre nézve. De a kettő együtt valahogy mégis azt mondom, hogy a kettő együtt összekombinálva lehet nyerő. Dr. Fejledi? Nyilvánvalóan ez a regionalizmus ebben a kulturális kontextusban jelenti, vagy jelenteni azt is, hogy partnereket keres a város ennek a koncepciónak a kidolgozásához. Tehát már a gondolkodás és az érlelődés menetében megkeresi azokat a partnereket, mind a régiójában, mind pedig a határon túlról, akikkel közösen gondolkodva lehetne bizonyos kulturális programokat és csapásirányokat kijelölni. Ez a dimenzió jelen pillanatban kevés érzékelhető, kevésbé domináns a pályázatban. Pécs egy kicsit azt hiszem, hogy magába fordulóan próbálja ezeket a feladatokat teljesíteni, holott a városnak arra lenne szüksége, hogy nyisson a környezete irányába, és szabad legyen megegyezni. Tudom azt, hogy Kaposvár is a pályázók sorában van. Mégis Pécsnek nyitnia kell a régiója felé, és meg kell találni azokat a partnereket, köztük Kaposvárt, Szekszárdot, Siófokot, stb. Tehát nyilván a saját régióbeli... Hát megtalálhatnánk azokat az érdekeket, ami mentén Kaposvár becsatlakozik ebbe a pályázatban. A végső nyertes az egyetlen város lesz, ha pedig Pécs lesz az, akkor nyilván Pécs nyújtja a kezét Kaposvárnak, és ezt muszáj megtenni. Egyszerűen a régió új fejlődési pályára állítása érdekében erre mindenképpen szükség van, és ugyanígy a határon túlra. Mikut írva a Mexen András, és utána váltunk egy másik elemre. Azért mondom, hogy András szóljon hozzá először, mert szerintem a regionalizmushoz, ugye? Persze, és én még az üveghegyhez szeretnék kapcsolni. Mert amit itt az előbb hallottunk, az tulajdonképpen majd, hogy nem meg is történt, de sőt, mondhatom, hogy megtörtént, hiszen személyesen jártam végig a régió összes városát és megyei önkormányzatát. Kivétel ez arról Kaposvár volt, ahol nem is kerestük az első körben a
kapcsolatot, miután tudtuk, hogy szintén pályázó város. Kerestük, bocsánat, tudom, hogy a Újvári úr személyesen kereste a kapcsolatot Kaposvárral. Kaposvár város vezetésével nem ültünk le közvetlenül tárgyalni, ez a helyes kifejezés, de közvetve voltak tárgyalások, sőt, volt egy olyan konferencia is, ahol kaposvári vezetőkkel megállapodtunk abban, hogy a második körben a pályázatokat úgy fogjuk megírni, hogy azok akármelyik város is nyer, a másik pályázata is beilleszthető legyen a végeredménybe, tehát a másik város pályázatához. Egyébként Pécs 31 néhány támogató nyilatkozatot kapott a régió városaitól és megyei önkormányzataitól az első körös pályázatához már, amit egyetlen más pályázó város sem tudott felmutatni, nem is törekedett rá. Tehát azt gondolom, hogy ezen az úton elindultunk. Jelzem, hogy polgármester úr most küldött egy levelet újra minden kollégájának, és a közeljövőben ez a kapcsolatrendszer megerősödik. Ha? Üveghegye Debrecenek nincs, Zsolnai Társaság a Pécsnek van. Azt hiszem, hogy ez egy alapvető különbség, hogy amikor az ígéretekben is és a kommunikációban gondolkoztunk, akkor valami olyasmit igyekeztünk találni, ami nem csak a távoli jövőnek szól, hanem a jelenben mozgósítja azokat az embereket, akik segíteni szeretnének Pécs pályázatának. És ugyan ez ebben a pillanatban még úgy virtuális társaság, hogy ez az mintegy 1000 ember, aki eddig csatlakozott hozzá, még tényszerűen nem tett le semmit a pályázat mellé, hiszen nem volt rá lehetősége, de mégiscsak egy olyan erős eszmei támogatás, ami úgy érzem, hogy kevésbé átlátszó, mint az üveghegy. Ettől természetesen abban maximálisan egyetértek, hogy még valami kellene. Valami olyasmi, mint az üveghegy, tehát egy olyan figyelemfelkeltő, de ráadásul olyan is, aminek értelme van és meg is valósul. Köszönöm szépen. Üveghortobágy. Vagy valami ilyesmi. Ha megengedik egy lazító információt. Reagálhatok erre? Persze, természetesen. Csak annyit akartam mondani, hogy tulajdonképpen ez egy példa volt, tehát itt nem Debrecen a minta, korán sem, hanem egyszerűen valami olyan, ami az embereket mozgósítja, amit ugyanúgy nem értenek, mint a mi pályázatunkat, mert azért ne legyenek illúzióink, hogyha a lakosságot megkérdeznék, a Pécs város lakosságát, vagy talán Debrecenet megkérdezzük meg, vagy akár Győr lakosságát mondjuk, hogy mit tudnak a pályázataikról. Hát vannak ilyen tipjeim, hogy körülbelül a lakosság hány százaléka tudja egyáltalán, miről van szó. Én csak egyszerűen annyit mondtam, hogy üveghegy, az nagyon jó mutat. Nekünk meg ilyenünk nincsen. Nekünk vannak nagyon hasznos dolgaink, ami valóban hasznos lehet. Hát a zsolnai örökséget meg ugye inkább most ne háborgassuk, mert erről azért megint lehetne egy vitafejezetet nyitni, hogy a zsolnai, ezzel az egész zsolnai ügyel mi van, mert ez rendkívül összetett. Ennek rendkívül sok eleme van, tulajdonilag is ugye egészen különböző viszonylatokról van szó. Csak a társaság. Zsolnai társaság. Szerintem szűkítsük is a témát csak a társaságra, bár a zsolnai örökség hát, része a pályázatnak. Abszolút része, ugye, ahogy tudom. Nem a társaság, hanem az örökség a része. Azon kívül nyerni kell a pályázaton. Tehát a cél az, hogy nyerjünk. Ez a legfontosabb. Nem az, hogy most mi jók vagyunk, vagy nem, vagy mennyire hasznos, hanem nyerni kéne. Igen. Szeretnék tovább lépni én ebből. Megyünk tovább a multikultúrával, tehát folytatjuk ugyanúgy. Elengedhetetlen fontos, akkor Pál Zoltán mondja. Nem, én csak annyit szerettem volna ezt hozzátenni, hogy még mindig a tematizálásnál valahol megragadunk, de én nagyon fontosnak tartom azt, hogyha mondjuk ebbe az országba kultúra tekintetében a területiséget megnézzük, és ezt úgy képzeljük el, mint ilyen zárt konténerek, és hogy most beléptünk Európába, tehát egy másik térbe léptünk be, hogy melyik konténer a legnagyobb, a legbővebb és a legtartalmasabb, akkor én azt mondom, hogy teljesen mindegy, hogy a rendszerváltás után a bonyolult okok miatt miért tört le az országról, miért egy leszakadt régió ez, de kulturális tekintetben mindenképp ezt a konténert kell valahogy homogenizálni, mint ahogy a Paternostert is ki kellett venni, mielőtt beléptünk Európába, és pifteket kellett helyette csinálni. Köszönöm, ez nagyon jó végszó ahhoz, hogy folytassuk a multikulturális várossal, hiszen már eleve van egyfajta konglomeráció, van egyfajta összeolvadása a kultúráknak Pécsvárosában, de a kultúra része a sport is, és most engedjék meg, hogy egy más témába csapjak egy mondat erejéig. A friss eredmény a Mizo Pécsi VSK Zaporozsia meccsről a 73-59 a javunkra, tehát a Mizo Pécsi VSK 8 között van az Euróligában, ez egy jó hír, és most pedig folytassuk a multikulturális
pillérrel, tehát a pályázat. Következő mondata: Pécs, mint a multikulturális város. Pécs multikulturális város. Ezt fogalmazza meg az Európa Kulturális Fővárosa címe elnyerésére benyújtott előpályázat, amelynek készítői összefoglalták, hogy a történelem folyamán mennyi kultúra hagyta a városon kezenyomát. A latin, a török, a német, a horvát és a magyar kultúra egyaránt talál kapcsolódási pontot Pécs történelmi emlékei között, amelyek a város lakóinak életébe is beleívódtak. Egyes vizsgálatok szerint például a pécsiek mentális térképén a Dzsámi és a Székesegyház a két legfontosabb hely, ezt akár a befogadóváros szimbólumaként is értelmezhetjük. Ha ehhez hozzávesszük, hogy a történelem folyamán ebben a térségben letelepedett németek is részeseivé váltak a város életének, akkor elmondhatjuk, hogy Pécset olyan kultúrák érintkezése és kölcsönös egymásra hatása ment és megy folyamatosan végbe, amely szinte sehol másutt nem található meg Európában. Mindennek tükrében nem meglepő, hogy ma 9 kisebbségi önkormányzat működik a városban, a legtöbb az országban, és a nemzetiségeknek olyan, szintén egyedülálló oktatási központjai vannak itt, mint a Német Iskola Központ vagy a Gandhi Gimnázium. Ez a nyitottság és a kultúrák zavartalan egymás mellett élése olyan tényező, amely megalapozottá teszi a város kulturális fővárosi pályázatát. Hú, de fölbojdultunk. Mi a probléma, tessék? Van-e olyan gondolat, Pavlovics Attila? Csak az előbbi hasonlathoz szeretnék egy rövid gondolatot hozzáfűzni. Ugye itt elhangzott, hogy jó tanuló és zseni. Hát én azt gondolom, hogy a városnak a pályázat első szakaszában igenis jó tanulónak kellett lenni, mert megvoltak azok a feladatok, amikre válaszolni kellett, konkrét anyagokat kellett összegyűjteni, és majd a pályázat második részében kell a zsenialitást megmutatni. Én azt hiszem, hogy ez sikerülni is fog. Parancsoljon. Én ehhez a multikulturalitáshoz tennék hozzá valamit. Nem mindegy, hogy milyen ez a multikulturalitás, és a pályázat írása során is ez a szó, hogy multikulturalitás, ez egy nagyon divatos szó jelenleg, és valószínűleg az összes pályázatban benne van, de nem mindegy, hogy az milyen multikulturalitás. Pécs esetében ez nem pusztán azért érdekes, mert hogy sokféle kultúra rakódott a történelem során egymásra, hanem a jelen szempontjából is érdekes, és nem csak azért érdekes, mert hogy sok etnikum, nyelv vagy valláshoz tartozó emberek élnek Pécs városában jelenleg is, hanem azért, mert 2010-ben egy német város lesz Magyarország, a Magyarországról kikerülő város partnere, és Pécs valószínűleg az a város, amelynek egyedül a pályázók közül, amelynek német identitása is van. A pécsiek valamennyien Fünfkirchennek is tudják a saját városukat, nem csak a németek. A történelem során Pécs városa hosszú ideig német város volt, német anyanyelvű város volt, csak a 19. század második felében lett magyar nyelvű város, addig nem az volt, és ennek a nyomai máig itt vannak. A hazai németség számára Pécs a legfontosabb kulturális központ jelen pillanatban is, ebben a régióban élnek legtöbben németek Magyarországon. Ez nagyon fontos dolog. És ugyanígy a másik összetevő, a Pécs szimbolikus terei közül az egyik legfontosabb, a város imázsnak az egyik legfontosabb eleme, az a Dzsámi. A Dzsámi az minden mentális térképen, az összes pécsi mentális térképen központi helyet foglal el. Az kellően multikulturális. És belül katolikus templom, kívül török Dzsámi. Igen, pontosan ezt a különös összenőttséget, ezt a különös történelmi összenőttséget mutatja, amelyről valamennyien tudunk, meg valamennyien érzékelünk, mert valamennyiünk mentális térképen központi helyet foglal el. És a Balkán felé mutat, ez a balkáni kapuváros funkció felé mutat. Tehát a multikulturalitás ugyan egy divatos kifejezés, de nem mindegy, hogy milyen multikulturalitás ez, és a mi szempontunkból fontos ez a német. Köszönöm szépen, közben jött egy nézői kérdésünk, ami nem annyira zavar meg bennünket, ha elgondolkodunk rajta, hogy ha több milliárdot költ a város a kulturális főváros projektre, akkor miért nem olyan beruházásokra fordítják, amire az embereknek szüksége van. Persze ez egy elég általános megfogalmazás, de vannak olyan vélemények, akik azt mondják, hogy hát ez itt a ködben járunk ezzel a kulturális fővárossal,
És én arra is próbálnám önöket biztatni a közel további, a beszélgetésünk további részében, hogy próbáljunk konkrétumokat megfogalmazni, amit az emberek meg tudnak érteni ebben az ügyben. Ha van a multikulturalitás elem, és fontos elem a pályázatban, akkor mik azok a valóban megvalósuló, szemmel látható, kézzel fogható, az emberek bőrén érezhető változások, amelyek ennek a gondolatmenetnek a következtében meg fognak jelenni? Azt szokták mondani, azok, akik bírálják Pécsnek az ilyen ambícióit, például azt szokták mondani, hogy hogyan lehetne Pécs kulturális főváros, hiszen nem éri el idáig autópálya, persze, hiszen nincs ilyen nemzetközi repülőtere, hiszen a délfelé vezető autóút koridor nem épült meg. Valójában ezt fordítva kell látni. Mindezek akkor fognak megépülni, és akkor kezdenek működni, hogyha Pécs Európa kulturális fővárosa lesz. Addig kell várnunk? Reméljük, nem kell mindegyikkel addigra várnunk, de hogyha Pécs Európa kulturális fővárosa címet elnyeri, akkor az összes pécsi pályázat, amely közlekedésfejlesztési pályázat lesz, amely városrekonstrukciós pályázat lesz, az sikerrel fog szerepelni, sikeresebben fog szerepelni, mint eddig. Ezért van igaz a alpolgármester asszonynak, amikor azt mondja, hogy ez egy döntően egy városfejlesztési projekt. Az összes pécsi polgár a saját bőrén megtapasztalhatja majd, hogy ez egy jó célkitűzés volt, hogyha megnyerjük ezt a dolgot. Azok is, akik nem fogyasztói a magas kultúrának, ők is sikerként tudják majd megélni. Tarosír után a Kunstmártától szeretném megkérdezni, hogy miért nem vonják be jobban az ifjúságot, a felvőlekvő generációnak friss ötletei lennének. Erre fog válaszolni Tarosír. Azt nagyon köszönöm. Nagy örömmel szeretném válaszolni erre a kérdésre. Pontosan a múlt héten döntöttük el a szervezési előkészületek során azt, hogy erre óriási igény van, és az óriási igénynek megfelelően egy olyan munkacsoportot hozunk létre, amely kifejezetten az ifjúsági szervezetek, az egyetemista szervezetek és más ifjúsági ügyekkel foglalkozó intézmények szereplőit hívja egybe, és hasonlóan, mint a fejlesztési ügyekkel foglalkozó munkacsoport, vagy más munkacsoport, amely az előkészületek és a pályázat kidolgozása során fontos tevékenységet végeznek, az ifjúsági kérdéseket és az ifjúsági kreatív ötleteket, amire egyébként a néző kérdez, megpróbáljuk egybegyúrni és ráépíteni erre a pályázati koncepcióra. Tehát ez a munka valójában megindult. Találkoztam már egyébként olyan egyetemistákkal, akik tevőlegesen tudnak majd részt venni ebben a pályázatban, rengeteg kreatív ötlettel, és mondom, ezt a kört egyre jobban tágítjuk. Hasonlóan egyébként, ahogy a többi szegmenssel foglalkozunk, munkakonferenciákat szeretnénk rendezni, és ráépíteni az ötleteiket a pályázati koncepcióra. Szeretném azzal kiegészíteni, hogy tulajdonképpen az előpályázat készítése során egy doktori iskola környékén alakult ki egy együttműködő csoport, amelyiknek a munkái majd a fő pályázatban is tükröződni fognak, és ez tényleg annyira pezsgő, fiatal gondolkodókat mond be a munkába, amelyik magja lehet majd ennek a csoportnak. Igazán megható volt az odaadás, amivel ezek a fiatalok készülnek erre a feladatra. Én úgy éreztem, hogy bizonyára önök is úgy érzik a munkájuk során, hogy a város értelmiségi, tehát egyre biztosan, hogy jó volt ez az ötlet, olyan szintű mozgás nagyon régen volt a város közbeszédében, és ilyen szintű közös gondolkodás is nagyon régen volt ebben a városban, csak ezt a lendületet valahogyan ki kéne használni, tehát kellenének olyan dolgok, amik remélhetőleg ezt erősítik. Hadd kérdezem Simon Istvánt, ez a multikulturális gondolat, ez például elviszi minket olyan szintre, hogy a színház tájelőadásokat szervez mondjuk a környező országokba, vagy ide érkeznek a környező országokból darabok. Ez lehet-e koncepcionálni a jövőben? Feltétlenül, mielőtt válaszolnék, bocsánat, csak egy mondatot szeretnék mondani, Meister Endre is mondta, hogy esetleges politikai döntést lehetne ez a város, vagy az a város. Hát én nagyon bízom Pécs szellemi és művészeti és tudományos életében, hogy semmiféle politikai döntés nem születhet, hiszen ez a város, mindenki azt akarja a városban, hogy Pécs városa nyerje meg ezt a kulturális fővárosi címet. Politikai hovatartozás nélkül ez szeretném, ha hiszem is, és meggyőződésem. A kérdésre válaszolva, tulajdonképpen van egy titkos tervünk, ami nem csak azt jelenteni, hogy a regionális tájelőadások lennének, tehát itt a három megyében,
hanem már például felvettük Szegeddel is a kapcsolatot, amelyik a ugye, partnerváros ebben. És nem csak a színház, hanem a poszt is. A tervünk az, hogy 2010-ig teljesen nemzetközi lévő állna a poszt. Olyan produkciókat hívnánk meg elsősorban a szomszédos országokból, hiszen azt szeretnénk esetleg bemutatni nemzetközi regionalitás szempontjából is, hogy ebben a régióban, ha ilyen régióról és nemzetközi régióról is beszélünk, hogy mit jelent a művészet. De ez talán úgy, hogy mert hát pénzről nem nagyon beszéltünk, és talán ne is beszéljünk, mert ugye az a legtöbb, vagy legkevesebb, de sok mindent így sporolni is lehet, hogy bizonyos produkciók és igen, neves művészek, művész együttesek egy utazásra, majd nemzetközi utazással eljussanak Szegedre, eljussanak Szekszárdra, Uram-bocsára, Kaposvárra, természetesen Pécsre, és hát a környező egyéb településekre. Mindenesetre én azt hiszem, hogy itt sokat, vagy nagyban dominálni fog a tánc és a zene. Most ha a színházról beszélünk, akkor opera, mert inkább nemzetközi. De feltétlenül szándékunkban van nagyon neves színházakat is meghívni prózai előadással. 21. században nem lett probléma a feliratozás, vagy pedig Uram-bocsá szinkrontolmácsolás, mint hogy ez már meg is történt a poszton két alkalommal is. És én biztos vagyok benne, hogy ezeket az előadásokat jó szervezéssel úgy lehet elhozni, mert valóban neves kapcsolatokra gondolunk, hogy azok eljussanak Szegedre, eljussanak a környező városokba is. Köszönöm. Gamus úr? Annyi megjegyzésem lenne kultúrák összefonódásához, hogy azt gondolom, hogy Antesori is azért van itt, mert ez a dolog, ez működik. Nálunk néhány éve ez már gyakorlat, és ez elindultunk egy kiskörben, és gyakorlatilag ez párosult egy olyan szándékkal, hogy a szomszéd megyéket gyakorlatilag, illetve a régi dél-dunántúli megyéket bevonjuk ebbe a kiállítási program, amit mi csinálunk. Emellett a testvérvárosokat, illetve a Magyarországot körülvevő országokból folyamatosan hívunk vendégeket, illetve mi is megjelenünk ott. Ebben az évben 11 ilyen program van, ami gyakorlatilag ennek megfelel, emellett pedig részt veszünk a városban, és a városból indul olyan programokban, mint a színházi fesztivál, vagy a nyári szabadtéri játékok, amelyben szintén hívunk máshonnét is vendégeket. Köszönöm szépen, közben jött, látom Nagy Sándor készül szólni. Két olyan kérdésünk jött, amire reagálnunk kellene. Az egyik, ugye vannak nézőink, akik most kapcsolódnak a műsorban, arról volt szó, hogy jó sikerült-e a pályázat előkészítése. Gondolom erre önök majd valamelyikük válaszol. A másik pedig, hogy a budapestiek már azt állítják, hogy nyerők. Hát erről beszéltem, hogy sok város azt mondja, hogy már rég megnyerte ezt a pályázat, le van futva, elintézték, semmi probléma. Ne kínlódjunk itt mi olyan nagyon. Én még azért kínlódnék itt egy pár percet ebben a műsorban. És arra kérem önöket, közben fontolgassanak választ, Nagy Sándor. Én azt szeretném mondani, hogy minden egyes kulturális ág a profi szintre úgy jut el, hogy előbb valahol megjelenik az amatőr mozgalomba. Ezért az ifjúsági központnak is van egy olyan törekvése, hogy szeretnénk mi a régió amatőr mozgalmának a centrumává válni, és szeretnénk ezt fölkarolni. Ugyanis nem esett szó az előző pályázaton, a nyilván ebbe a második körben majd fog, hogy olyan kitűnő amatőr mozgalmaink vannak, akár a kórus muzsika műfajába, vagy akár a zene különböző területén, mint például a Szélkiáltó Együttes, és sorolhatnám tovább. Vagy most ezek, 50 éves a Mecsek Tánc Együttes. Vagy a Mecsek Tánc Együttes, ami a hétvégén ünnepli valóban az 50 éves jubileumát, és így tovább, és így tovább. Tehát én ezt is nagyon fontosnak tartom, és erről beszéltünk is már a Tarlósi úrral, hogy úgy tűnik, hogy ez a következő pályázatban fontos szerepet szóval, kap. Köszönöm szépen, két kérdésünk volt, arra két kérdésre kérek akkor választ. Tehát lehetnek-e már nyerők a budapestiek, mondja egy budapesti? Én szerintem a kérdező ezt félreértette. Egyetlen egy város nem jelentette ki magáról azt, hogy nyert. Majdnem mindegyik elmondta magáról, hogy miért ő lenne a legalkalmasabb. Budapest is többek között, aki alátámasztotta számos pontban, hogy miért ő a legjobb jelölt, de ezzel nincs egyedül, mert a 11 város igyekszik ezt alkalmasint, mikor lehetősége van rá megtenni. Ha jól emlékszem, éppen Budapest főpolgármestere használta föl ezt az
érvelést arra, hogy újabb pénzeket kapjon egy Duna híd megépítéséhez. Hát az ember a kellemest a hasznossal összeköti, ez minden városban így van. De én nem tudok arról, hogy bármelyik város országosan kijelentette. Meg ha jól értem, akkor a nemzetközi kommunikációban bevett gyakorlat, hogyha valaki kandidál valamilyen eseményre, nem, mondjuk, hogy Buenos Aires pennen hirdette, jelvények voltak, hogy Buenos Aires rendezi a 2000 nem tudom hányos olimpiát, és szó sincs róla, azt hiszem. Úgyhogy, tehát szó se volt róla. Pályáznak kulturális főváros címre, ezt mindegyik város elmondja magáról, és szerintem ezt jól teszi. Pécs is elmondja magáról, ahol teheti, és még reméljük, még több helyen el fogja mondani. Jó sikerült az előpályázat elkészítése? Ezt ki tudja itt megmondani? Hát befogadták, hát formai hibája azt, nincs. Azt mondta, hogy ez a legjobb. Mi is ezt gondoljuk. Most kulturális nap. Volt itt egy SMS, amit én felolvasnék, egyrészt azért, mert nem mindenkinek sikerül elolvasni az SMS-eket, vagy elkerüli a figyelmét. 2 perc alatt átfutok a történelmi belvároson kifelé az autósokkal, takarítás és virág özön, ébresztő tisztelt elpuhult társaság, írja egy nézőnk. Ebből én inkább konvertálnám azt a gondolatot, hogy lehet, hogy túl sok minden van ebben a pályázatban, lehet, hogy túl nagyot akar fogni a pályázat előkészítő társaság, és az emberek sokkal jobban örülnének annak, ha mondjuk nem lennének kátyusok az utak, virágok lennének az útszélén, és tiszta lenne a város. Ez természetesen, hogy így van, hogy mindenki úgy gondolja, hogy egy tökéletes és ideális állapotot kell előállítani a városba, és mennyi problémánk van, nincsen például vasúti felüljáró, borzasztóak az utak, nincsen elég lakás, szociális lakás, Pécses, nagyon sok problémája van ennek a városnak. De hogyha nincsen egy koncepcióra felfűzve, hogy mit akarunk csinálni, akkor ezek a gondjaink ugyanúgy meglesznek, és nem fogunk tendenciózusan előre haladni. Köszönöm. Most tendenciózusan előre haladunk viszont, mert egy újabb pillért építünk. Ez a Pécs a Balkán kapuja, amint erről beszéltünk többen, csak előbb megnézzük ezt a kérdést. Milyen infrastruktúrális fejlesztéseket terveznek, a kultúrához az élhető környezet is hozzátartozik, kérdezi Kévés Márk. Mi pedig akkor megnézzük, hogy mit jelent ez a Balkán kapuja című kifejezés, és akkor utána beszéljünk arról, hogy jó, ezt hogyan váltjuk valóban kézzelfogható dolgokra. Pécs a Balkán kapuja szögezi le a város előpályázatának 3. alappillére. Ezt az állítást a kétségtelenül meglévő és élénk délirányú kapcsolatok támasztják alá. Pécsnek testvérvárosa van Horvátországban, Bosznia-Hercegovinában, Szerbiában és Törökországban is, ami jelzi, hogy a város elkötelezett a balkáni kapcsolat ápolásában. Pécs 1998 óta az UNESCO békedíjas városa, a rangos elismerést a nemzetiségek egymás iránti toleranciája és együttműködése miatt érdemelte ki a Baranyai megyeszékhely. Pécsváros több olyan szervezetnek is aktív tagja, amely a régió együttműködésének fejlesztését hivatott elősegíteni, így a Dunadrávaszáva Eurórégió, a Délkelet jövő régió, vagy az Alpok-Adria együttműködés is elképzelhetetlen Pécs és régiója részvétele nélkül. Mindezek alapján bátran kijelenthető, hogy a város alkalmas a közvetítő szerepre a nyugati és a keleti kultúra, a keresztény és az iszlám vallás között. Ez különösen akkor bír majd nagy jelentőséggel, amikor 2010-re néhány balkáni ország már az EU tagjává válik, és a pécsi pályázatnak köszönhetően kulturális értelemben be tud mutatkozni a közösségnek. Ám 5 év múlva is lesznek a térségben olyan nemzetek, amelyek még nem léphetnek be az államközösségbe. Számukra a pécsi projekt kínálta kulturális integrációs lehetőség lehet az egyik legfontosabb tényező a csatlakozási folyamatban. Jóval túl vagyunk műsoridőnk felén, közben kérdezem Szorics urat, hogy hogy látszik a déli irányból, mert megint egy olyan dologról beszélünk, ami mi gondoljuk, hogy mi vagyunk a Balkán kapuja. Hogy látszik ez a déli irányból, a déli és a keleti irányokból, a dél-keleti irányokból? Hogy látszik, hogy valóban Pécsen keresztül lehet kapcsolódni európai dolgokhoz? Jászom, hogy cseres csúl dosta a o čemu vi razgovarate i moram ponoviti još jedan put da je Pečuh bio jedna vrata ili tranzicijski grad u razmjeni kultura i onda kad je na Balkanu bio rat. Én nagy figyelemmel kísérem a kollégák fejtegetéseit, de ugyan csak azt tudom megismételni, amit bizonyos értelemben már elmondtam. Azt tudnélik, hogy Pécs a különböző történelmi korszakokban
Balkán kapuja volt, inkább úgy fogalmazik, hogy egy ilyen tranzíciós város szerepet töltötte be, amely délfelé eléggé közismert volt. Ovdje su prisutni koji su u tom smislu činili najteže i izlagali se da bi se kultura prenašala s jedne strane na drugu. Ja sam bio očevidac. Nos, azért azt sem hallgathatom el, mert itt valaki megemlítette a vita során, a beszélgetés során, hogy ez a régió önhibáján kívül került hátrányba bizonyos más magyar régiókkal, ugye szemben éppen a háborús események miatt. Én ezt azért említem, mert a háborús események ugyan hátráltatták ezt a régiót, meg a délit is, vagy a délebben fekvő régiókat is, de én azok egyike vagyok, akik ilyen viharos időkben is a kapcsolatokat képítettem, vagy folytattam azokat, amik már korábban, ahogy említettem, az olyan 20 éve megvoltak, és hadd említsem, hogy Pécsen mindig úgy tekintettünk délről is, mint egy olyan város, amely a kontinuitást, tehát a folyamatosságot képviseli. Köszönöm szépen. Parancsoljon. Hadd tegyem azt hozzá, hogy igaz lehet az, hogy Pécs a Balkán kapuja, de ezzel a kapuváros fogalommal azért csinyán kell bánni. Ugye mit is jelent az, hogy kapuváros, ez a gateway city fogalom, ez eléggé közismert manapság. Általában jelentős gazdasági és innovációs súlyú városokat szoktak ide sorolni, olyan városokat, amelyek egy fejlett városhálózatnak a szélén, perifériáján helyezkednek el. Ez a részlet igaz Pécsre, igen ám, de ezek a kapuvárosok általában azok a városok, amelyek alkalmasak arra, hogy a tőkét, az innovációt vonzák, és utána, tehát egyrészt lecsapódik ennek a haszna az adott városban, másrészt pedig képesek arra, hogy transformálják a periféria felé ezeket a fejlődési hatásokat, tehát magát az innovációt. Tudna ilyen várost említeni, hogy nagyjából? Hát, és itt ugye a kontextusra kell vigyázni, mert valójában a magyar városhálózat viszonylatában Budapest az, amelyik a kapuváros szerepre pályázik, mégpedig ugye a Dél-Kelet-Európa irányába. Tehát itt a dimenziókra akarom fölhívni a figyelmet. Tehát, hogy a kapuváros fogalom ugye a területi tudományokban és a gazdaságtudományokban az azt jelenti, tehát egyfajta léptéket is megjelenít. Tehát az európai gazdasági térben való szövegben Magyarország egy régió, amelynek egyébként Budapest a kapuvárosa. Illetve kapuváros szerep. Hogy egész történet ezt a kapuváros jelleget fejezi ki, amit a kolléganő mond, hiszen a cserék itt bonyolultak. Lehet, hogy ez kiskert kapucsak. Ez egy valóságos dolog. Jó. Mindenesetre én úgy gondolom, hogy fontos, hogy ilyen célokat magunk elé tűzzünk, mert ugye a kultúra az egy gazdasági tényező, és nagyon fontos, hogy ennek fejlesztése és beruházásokon keresztül további fejlődést próbáljunk meg ide csábítani és transformálni. Én nagyon örültem volna, hogyha sikerül ide csábítanom a gazdasági önkormányzat képviselőit, de időegyeztetés miatt nem tudtak eljönni, de ugyanakkor azt is tudom, hogy van feszültség azért ebben a dologban. Tehát a pécsi gazdaság szereplői nem integrálódtak ebbe a pályázatba. Vajon miért? Hát talán az első szakaszban ez nem tűnt igazán, amikor egy pályázati koncepciót kellett megalkotni, amiben tulajdonképpen gazdasági típusú dolog érintőlegesen került szóba, városfejlesztési dolgok kerültek inkább szóba, illetve amikor egy kulturális infrastruktúra átvilágítását kellett elvégezni, akkor ez talán nem is volt olyan nagyon indokolt. Most a második szakaszban, amikor várhatóan a pályázat második szakaszának van a pályázati kiírás, sokkal inkább fog a különböző beruházásokkal, fejlesztésekkel, közlekedésfejlesztéssel és más hasonló dolgokkal kapcsolatos információkat is kérni. Most már ez nagyon fontos szempont lesz, és meg is fogunk tenni mindent annak érdekében, hogy ez a párbeszéd elinduljon a helyi és regionális üzleti elitnek a képviselőivel. Köszönöm. Gáspár Gabriela, megszerintem.
Bennem most kezd valami egészen furcsa dolog megfogalmazódni. Én idáig végigültem már több tanácskozást, ahol arról beszéltünk, hogy mit valósítunk meg, hol valósítunk meg, építészek vitatkoznak, hogy ez nem így, hogy az nem úgy. Ám de most szembesültem valami olyannal, ami terminológiai természetű probléma. Jelesül, hogy ugye az MTA Regionális Kutatások Központja írt előtanulmányt a városnak, a regionalizmus ügybe, ugye? Ha jól tudom. Ezen kívül a pályázat írók pedig felhasználták a regionalizmus kifejezést és a Balkán kapuja kifejezést. És ezen most itt kiderül számomra, hogy a regionalizmusunk az enyhén szóval nem nemzetközi, hanem ugye egészen kicsi kis háztáji regionalizmusról lehet legfeljebb beszélni. A kapuvárosnak megint nem igazán szerencsés Pécset nevezni. Ezek után már csak azt kérdezném meg, hogy akkor miért ezekre a pillérekre helyeztük a hangsúlyt, hogyha ez terminológia tudományos értelemben ennyire problémás. Mert ez így nekünk nem jó tudnilik. Ez most számomra most derült ki, és lehet, hogy egy olyan elemére mutatok most rá, vagy talán kellemetlen helyzetbe hozok, nem akarom, tényleg nem áll szándékomban, csak nem értem. Hát szerintem először fájl, hogy tisztázz ezeket a fogalmakat, mielőtt mellé megyünk a dologba, parancsolj. Én így értettem. Én azt hiszem, hogy itt nem valami félreértésről van szó, tehát, hogy itt... De volt ilyen érzete, abszolút, ez van az elejétől ez az érzés. Tehát nagyon fontos az, hogy ezek a dimenziók megjelenjenek a pályázatba, de valószínűleg úgy kell megjelennie, hogy ennek a kulturális főváros pályázatnak és az egész programnak a végső céljaként kell definiálódnia annak, hogy valóban Pécs szeretné visszaszerezni, vagy megszerezni, szeretne egy kapufunkciót betölteni a Balkán irányába, és szeretne a regionalizmusban is példát mutatni, és a regionális fejlődésben is egy modellértékű várossá válni. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek nem tények jelen pillanatban, vagy nem elsősorban tények, hanem inkább kitűzendő célok és megvalósítandó célok. Ez egy történelmi szerep is szerintem. Tehát amikor erről beszélünk, nem a máról, a pillanatról kellene szólni, és azért ragadtattuk magunkat erre, mert Pécsnek ez a szerepe kimutathatóan évszázadok óta megvan. Azzal én egyetértek, hogy ezt vissza kell szerezni, meg kell erősíteni, és a jövőt erre kell építeni, de nem mondhatjuk azt, hogy nem volt ilyen szerep, és nincs ilyen lehetősége a városnak, mert ezt most találnánk ki, hogy ez fontos dolog, akkor nyilvánvalóan tévútakon járnánk. Parancsolj. Két gondolatot tennék hozzá, az egyik az ehhez kapcsolódik, hogy a 2010-ben, mikor kultúrfőváros lehet Pécs, addigra már olyan új csatlakozó országok is az unió tagjai lesznek, mint Románia, és reményeink szerint még Horvátország is. Tehát ez a kapu funkció, ez felerősödik, és nem a mai fejjel kell gondolkodni, hanem a 2010-essel. A másik gondolat pedig egy nézői kérdés volt, hogy milyen beruházások lesznek Pécsen, és hát mire költjük a milliárdokat. Éppen a mai nap volt egy konferencia az Európa Házban erről, amikor is eszmét cseréltünk, nagyon sokan, nagyon sok gondolat elhangzott, de azért itt ennek a fejlesztésnek is van néhány pillére, csak hármat mondanék. Az egyik az az Expo Centrumnak az építése a kertvárosban, a vásártér mellett, ami már elkezdődött. A másik... Idén be is fejeződik. Kvázi önrészeként a város már ezt leteszi az asztalra. A másik egy multifunkciós, de elsősorban hangverseny céljára alkalmas hangversenyterem építése. Ez egy nagyon nagy beruházás, 4-5 milliárd forint körüli beruházás lesz, ez valószínűleg a keleti belvárostól keletre eső területen zajlik, és hát a harmadik lába ennek a dolognak, az pedig ugyancsak a keleti városrész komplett revitalizációja, tehát a Balokány újraélesztés és a zsolnai gyár területe. Hát ezek már konkrétumok, ezek benne vannak. Igen. A zsolnairól beszéltünk, hogy az még egy kicsit nem tudjuk, hogy hogy alakul, vagy ott még azért vannak szabad felületek, igen, de tudjuk jól, hogy visszakapja a város az áperlaktanya hatalmas ingatlan mennyiségét, ami szintén hasonló fejlesztésekre vár, ha jól tudom. Tehát a legbiztosabb fejlesztés, ugye világörökségi fejlesztés, ami kifejezetten... Jó, akkor beszéljünk a világörökségről. Tessék, nézzük meg, hogy állunk világörökség részben. Kevés magyar város büszkélkedhet 2000 éves történettel.
Pécs ezek közé a települések közé tartozik, a római kori Szopiannétól a középkori Öttorony városán, Fünfkirchenen át a mai Pécsig számos állomása volt a város fejlődésének, a legbüszkébb mégis arra lehet a település, hogy az ókeresztény sírkamrái felkerültek az UNESCO világörökségi listájára. A 3.-4. századi őskeresztény építmények nem csak Itálián kívüli egyediségük miatt értékesek, hanem azért is, mert jelzik, hogy a város történetének hajnalán már valódi értékeket alkottak az itt élők. Nem volt ez másként a későbbi századokban sem. A kulturális innováció megújulása város egész történetét végigkíséri, nem ritkán éppen a kulturális örökségben gyökeret eresztve. Itt dolgozott Zsolnai Vilmos, Pécset alkotott maradandót Egg Imre és Vidovszky László, itt vált jelentős irodalmi folyóirattá a jelenkor. Ezek a kortárs példák is jelzik, hogy Pécs nem pusztán a kulturális örökség városa, de egyben az innováció, a fejlődés metropolisza is. Hát most egy fontos innováció az lesz, hogy hogyan lehet bemutatni egy ilyen világörökségi értéket, amelyről esetleg sokan azt gondolják, hogy hát most van egy néhány sírkamra a föld alatt, ebben olyan nagyon érdekes, de ez végül is, aki járja Európát, vagy tudja, hogy a világban, Pompejben és Pécset van ilyen érték, akkor az talán jobban becsüli. Hogyan lesz, hogyan épül ez be a pályázatba? Hát úgy épül be, két dolog miatt épül be. Egyrészt, hogy ezeket mindenképpen az emberiség számára meg kell őrizni, meg kell menteni, függetlenül attól, hogy nézi-e valaki vagy sem. A mi érdekünk és célunk az, hogy minél több ember lássa, és azért is kapcsolódik össze pályázat az építkezés, a turizmus fejlesztésével. Tehát ebből a célból létesülnek olyan objektumok, új föltárások, olyan minőségi javítások, amelyek az előbb elmondottakkal szorosan összefüggenek. Én most ezt nem mondom részletesen, nem is hiszem, hogy most ezt be kéne mutatni. Minden esetre egy dolgot azért érintenék az egész pályázattal összefüggésben is, hogy jó, mi szeretnénk, ha megismerni a világ Pécset, a pécsi kultúrát. Jó lenne, ha mi bekapcsolódnánk Európa vérkeringésébe. De a legfontosabb az, hogy a pécsi emberek műveltsége, tájékozottsága, világlátása bővüljön, javuljon, jobb érzések keletkezzenek az itt élő emberekben. Ez lenne a legfőbb célja az egész munkánknak. Hát ugye az évezredek örökség vetékedőt hadd reklámozom egy kicsit itt a helyben. Azért itt kiegészíteném azzal, hogy ezek a beruházások egyúttal a történelmi belvárosnak azt az áhított megújítását is jelentik. Tehát amikor itt azt mondják, hogy a Széchenyi téren pedig kitörjük a bokánkat, teljesen igazuk van, de tulajdonképpen a Székesegyháztól egészen a Széchenyi térig ezek a beruházások azt jelentik, hogy megújítjuk a történelmi belvárost, és még egy kiegészítő pályázatunk is van, amelyik a tűzoltó laktonyát és a kórházteret is magában foglalja. Ha sikerül nyernünk, akkor ott is megújul majd az egész köztér és az épület együttes, úgyhogy itt tulajdonképpen arról van szó, hogy egészen a bazilikától a Zsolnai domb végéig az egész várost újra akarjuk formázni, és a 21. századnak megfeleltethetővé akarjuk tenni. Természetesen látható, hogy nagyon sok városi pénz, nagyon sok Európai Uniós pénz van ebben, és arra számítunk, hogy részben magántőketett banki beruházások is meg fognak valósulni, részben pedig ha ekkora hatalmas investáció van ezeken a területeken, akkor nyilvánvaló, hogy például szállodaépítésben, vendéglátóhelyiségek kialakításában a magánosok megjelennek, mert egyszerűen azt látják, hogy érdemes lesz itt beruházni, és jönni fognak a turisták. Hát ezért csináljuk az egészet, nem a magunk kedvéért, tehát itt tulajdonképpen önös üzleti érdekünk is van a dologban, hogy nem csak azt gondoljuk, hogy kapuváros vagyunk, hanem azt gondoljuk, ha ilyen kulturális értékeink vannak, és az olaszok ebből nem tudom én milyen tőkét tudnak kovácsolni, próbálkozzunk meg mi is ezzel, hát ha sikerül. Tehát itt egy gazdasági beruházásnak tessék felfogni a kultúrát, ami elindít valamit, egy innovációt, és akkor utána reméljük, hogy felpörgeti az egész gazdaságot. Taros.
Igazából számomra egyébként a pályázatnak az egyik legizgalmasabb része, ez pontosan a kulturális örökség és a kulturális innováció összepárosítása, és azt gondolom Pécs mindkettőben nagy. Hallottuk, és erős, hallottuk azt egyébként, hogy a kultúra nagyon szorosan, ugye a polgármester asszony az imént említette, gazdasági kérdés. Egyébként ne adjuk tényleg megválaszolatlanul azt a nézőt, aki felvetette a környezetkultúra dimenzióját, egy picit most távolabb a jelenlegi pillértől, de mégis fontos. A kultúra tényleg összetett, tehát az identitás kereséstől egészen a sportig, hallottuk ugye a PVSK-s lányok újabb győzelmét. Nagyon fontos, hogy ezt a komplexitást egy innovatív, az örökségekre egyébként alapuló innovatív keretben közelítsük meg. És azt gondolom, hogy ezeket a dimenziókat nagyon szépen meg fogjuk tudni jeleníteni a mostani szakaszban a pályázat során. Én azért is sajnálom, hogy nincsenek itt a gazdaság résztvevői többen is, bár lesz még kulturális főváros vitánk úgy, hogy kifejezetten a gazdaság szereplői lesznek itt vállalkozók, vállalkozások, hiszen Pécset elég sok úgynevezett spin-off cég van, aki a tudás alapú gazdaságban vesz részt, és Pécs, ha én jól vettem ki, akkor ez a pillér ez elsősorban arról szól, hogy Pécset a tudás eladásáról, a tudás menedzsmentjéről van szó, és ezt egy kulturális főváros projektbe kellene illeszteni. Nem véletlenül hívtuk Kerner Barbarát és Merza Pétert is a beszélgetésbe, hiszen ők az Európai Unió szervezeteinek munkatársai, és Barbara különösen, hiszen az Európai Információs Pontnál dolgozik, de az Európai Fejlesztési Iroda is ezzel foglalkozik. Milyen nyitása van Európának erre? Milyen lehetőségeket ad Európa a kulturális főváros innovációs fejezeteinek? Tulajdonképpen nem sok szó esett ma este még arról, hogy az egész kulturális főváros pályázat a második nemzeti fejlesztési terv tervezésével egy időben zajlik, és ahogy alpolgármester asszony is említette, illetve gyakorlatilag mindenki kiemelte, ez egy fejlesztési program, egy olyan fejlesztési program, amely egyedülálló lehetőséget ad a városnak ahhoz, hogy befejezze azt a társadalmi-gazdasági struktúraváltást, ami megkezdődött az 1990-es években, de igazából nem eresztett még gyökeret. Olyan kulturális klaszter megteremtését célozza az összes fejlesztési program, amit a Nemzeti Fejlesztési Terv 2007 utáni pályázataiból kívánunk támogatással megvalósítani, ami egyrészt majd munkahelyeket teremt a lakosságnak, másrészt pedig úgy átformálja a város képét, ami egy élhető 21. századi város megteremtését tesz lehetővé. Tulajdonképpen az egész Európai Uniós csatlakozásnak ez a hozadéka, a strukturális alapokból származó források, a kohéziós alapból származó források, így fog manifesztálódni Pécset. Ez a rengeteg beruházás, amiről beszélünk, ez nagyon nagy részben Európai Uniós forrásból, illetve kormányzati társfinanszírozásból fog megvalósulni, illetve valósulhat meg. Milyen szerepet tölthet be az Európai Információs Pont ebben? Csatlakoznék az előttem szólókhoz. Abban a témában, hogy valóban Pécsnek valami újjal, valami mással kell előrukkolnia, hiszen a kulturális dolgok adottak, de nekünk is meg kell mutatnunk, hogy mi az, amit ebből a 21. században meg tudunk mutatni, és ehhez bizony igen széles körű társadalmi párbeszédre is szükség lesz. Mindenkit be kell vonnunk, mindenkinek a kreatív ötletére szükség van, ugyanúgy a fiataloknak, illetve minden pécsi és baranya-megyei polgárnak. Én azt javaslom, hogy nézzük át az eddigi Európa Kulturális Fővárosa projekteket, nagyon sokat lehet belőlük tanulni. Én legutóbb a Gráci projektet tanulmányoztam. Igen érdekes koncepció volt a Gráciaknál, ők úgy gondolták, hogy a kultúra olyan, mint az élelmiszer. Tehát tényleg próbáljuk a kultúrát valahogy úgy idézőjelben eladni, nem csak 2010-ben, hanem akár 2005-ben is, mint ami fogyasztható napi szinten, nem csupán a magyar, nem csupán a pécsi, hanem egy európai állampolgárnak is. Nekünk van ilyen gondolatunk, hogy milyen a kultúra? Olyan, mint a kultúra, úgy kell fogyasztani. Itt lehet élelmiszerhez hasonlítani persze dolgokat, meg minden máshoz, de ez is hozzátartozik azt hiszem a koncepcióhoz, hogy ez egy gazdaságfejlesztő erő, egy múltba nézés, egy kitekintés a világba, de önmagában is egy jelentős, értékes tényező. Erről soha nem feledkeztünk meg, és ezt mindig is hangsúlyoznunk kell. És nagyon kemény munkahelyteremtő program, tehát ezt el ne felejtsük, több ezer munkahelyet. Hát én most úgy érzem azért magam, mint a
vándor a népmesében. Tehát azért ebben a dologban tényleg annyira lelkesítő, annyira előre vívő gondolatok ezek, hogy ebben tényleg nagyon könnyű ábrándozni, és nagyon nehéz megmaradni a realitások talán. Gondolom, hogy a programírása azért ez több, azért is talán több forduló, hogy az ember időnként szembenézzen önmagával. Ilona parancsnok. Azt hiszem, hogy amikor arra gondoltak, hogy a kultúra olyan, mint az élelmiszer, akkor meg akarták fosztani attól a kicsit fensőbséges hangzásától, amire szokták használni, hogy a kultúra, de éppen Tarus István utalt az előbb arra, hogy ez minden. És ez arról szól, hogy az életünk, csak van egy része, amit kultúrának hívunk, de abba beletartozik az, hogy hogyan tudunk végigmenni a Széchenyi téren, hogy jó elmenni valahova, ahol sportolni lehet, és jó kézbe venni egy könyvet, de ugyanakkor az is hozzátartozik, hogy hogyan beszélünk a másik emberrel. És nyilván, hogyha minél többször szerepel különböző formában ez az életünkben, akkor elveszti azt az idegen hangzását, hogy a kultúra. Ha lefordítjuk, akkor sok-sok pici szóval tudjuk helyettesíteni, ami összeadja magát azt, hogy kultúra, csak amikor azt mondjuk, hogy kultúra, akkor mindig vigyázva állunk. Ez a dolog éppen arról szól, hogy ne álljunk vigyázva, hanem éljük azt, amiről ez szól. Köszönöm. Tehát nagyon érdekes, itt az élelmiszer vetődött fel, és a Balkánhoz, meg az élelmiszerhez egy kis történelmi adalékot hadd adjak, itt talán kevesen ismerik. Pécset a Rákóczi úti pincéknek a rendszerét, ami hatalmas nagy pincék. Most ez hogy jött létre, és talán egy kicsit hasonlatos a mostani helyzethez. 19. század közepén és végén hozták létre pécsi borkereskedők, akik Balkán, illetve Dél-Magyarország, tehát szerémségi borokat hoztak fel abba a városba, ahol hát közismert, hogy a Mecsek oldal tele volt szőlővel, a pécsi bor híres neves volt, és hatalmas területen termették. Tehát a Dunába vizet öntöttek, és hatékonyan. Tehát gazdasági erőt tudtak belőle hozni. Kunsz Márta, és utána még egyetlen egy kérdést szeretnék, mielőtt befejezzük a mai műsort. Mielőtt a válaszát elmondani, hadd kérdezem fel a kérdést. A kérdésem az lenne, hogy milyen fórumokon lehet csatlakozni a gondolathoz, hol lehet ötletet hozzáadni, hol lehet ehhez a nyitott kulturális főváros gondolathoz bárkinek csatlakoznia. Volt egy ilyen kérdés, hogy a német városok közül kikkel működünk együtt, és hát Karlsruhéval a múltkoriban Temesváron éppen azon agyaltunk például, hogy mi a kultúra fogalma, és akkor én azt mondtam, hogy ez a politikai közösség, vagy a közösségnek a felhalmozott élettapasztalata. Megoldási sztenderdek tulajdonképpen a kultúrák, hogy egy krízis helyzetben hogyan kell valamit megoldani. Tehát nem olyan nagy varázslat ez a kultúra, tulajdonképpen minden kultúra, ami a hétköznapi élethez hozzátartozik. Természetesen vannak magas régiói, rengeteget vitatkozunk mi arról, hogy ebben a városban magas a kultúra, vagy túlságosan populáris a kultúra, de kérem szépen minden beletartozik, ami nekünk iránymutatást ad, hogy a közösségünkbe hogyan tudunk viselkedni. Számomra, ennyire egyszerű. Számomra a nézői reakciók azt mutatták, hogy ezt a nézők pontosan érzékelik, tehát valószínűleg nem lesz olyan nehéz ezt itt Pécset átvinni. Hogy tudnak csatlakozni? Ki tud mondani felületeket, Tarosi? A holnapi naptól él az a holnap, amelyet már többször behirdettünk, ez a www.pecs2010.hu. Ezen a honlapon jelenítjük meg a legfrissebb híreket a pályázatírással kapcsolatos előkészületekről, híreket, eseményeket, találkozókat. Tehát egyrészt a honlapon keresztül nyerhetnek az érdeklődők információt, másrészt pedig hát folyamatosan gondolkodunk, és meg is fogjuk ezeket valósítani olyan akciókban, kampányokban, olyan szakmai tanácskozásokban és nyilvános fórumokban, ahova megint csak eljöhetnek és bekapcsolódhatnak az érdeklődők. Nagyon szépen köszönöm, nagyon köszönöm, hogy megosztották velünk gondolataikat, kedves nézőinknek köszönöm megtisztelő figyelmet, most pedig még egy bejátszás, most már nagyon szépen fog menni ez a Liverpool film, arról, hogy örülnek az emberek, amikor megnyerik a kulturális főváros címet, mint ahogy mi is megfogjuk. Nomination to be Capital of Culture in 2008 is Liverpool.